Jó estét kívánok! Pontosan mához tíz napra változnak majd a karantén szabályai. Újra indul a gazdaság, és megkezdődnek az érettségik is. Pont akkor, amikor a kormány a járvány tetőzését várja. Sok kérdés van ezzel kapcsolatban, sok szó lesz erről ma este. Első vendégem Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, akivel szintén az érettségikről estét, szeretnék beszélni az elsőként. Ugye lesz érettségi. Hát lesz. Nem hallgatott önökre a kormány a halasztást, illetően milyen kockázatot látnak? Nagyot, nagyot. Szóval nagyon váratlanul ért ez a hír. Én azt hiszem, hogy mi, bá, mi jövő szerdára vártuk ezt a döntést kormányülésen, korábban erről volt szó, hogy megnézik, hogy akkor mi fog történni, hogyan terjed a vírus, ugye ez egészen furcsa, hogy pont harmadikára mondja a miniszterelnök, hogy tetőzik, és másnap elindít közel 90 ezer embert, ugye 83 ezer érettségizőt, több mint 10 ezer kísérő tanárt. Én ezt veszélyesnek tartom, és azt kell, hogy mondjam, felelőtlenség. Na de önök is ezt javasolták. Tehát az volt az ötlet, hogy csak szóbeli vagy csak írásbeli, ebből a csak írásbelit megfogadta a kormány. Hogyan bonyolítanák önök? Azt javasoltuk, hogy legyen érettségi. Tehát én magam és a pártom is az érettségi pártján állunk, de mindenek előtt azt kell leszögezni, és ezt folyamatosan hangsúlyoztuk, hogy az emberi életnél és az egészségnél fontosabb nincs. Hozzá is tettük nagyon gyorsan, hogy ilyen helyzetben, amikor úgy dönt a kormány, és ezt mi is javasoltuk, hogy vagy csak szóbeli, vagy csak írásbeli, és ha minden elborul, abban az esetben gondolkodjunk el a jegymegajánláson. Tehát most nincsen szóbeli vizsga, ott van az egész szóbeli időintervalluma, hogy a kormánynak legyen mozgástere arra, hogy figyelve a járvány tetőzését és az egész helyzetet, tologassa vagy el tudja tolni az írásbeli vizsgát. Igen, csak nem tudjuk, hogy meddig kellene eltolni, mert az, hogy ellaposodik a görbe, ez azt is jelenti, hogy hetekig fenntart, fen, fennmaradhat az még le, a mostani az... állapot. Tehát két héttel vagy három héttel később sem biztos, hogy jobb lesz. Ez a igaz, létre. de most éppen ezt beszéltük a kollégákkal, mielőtt idejöttem, hogy egészen a szóbeli vizsga az június 25-én, 26-án záródna. Ez azt jelenti, hogy szorosan, de még június 10-én is elkezdhetnék ezt a kéthetes írásbeli procedúrát. Addigra meg, hogyha harmadikán kezdődik a tetőzés, amit a miniszterelnök állít, akkor ott van mozgástér. És hát még egyszer mondom, hogyha így van, Tetőzés napján, más napján elkezdeni. Egyszerűen sehol a világon, egész Európában nem hoztak olyan döntést, hogy a vírus tetőzésének a pontján kezdenek el tömeges érettségit lebonyolítani. Igen, csak nem Mindeni biztos, tólján. hogy ez lesz a tetőzés. Ugye ma beszélt arról a miniszterelnök, hogy ha újraindítják a gazdaságot, elszabadulhat a járvány. És lehet, hogy arra fog kelleni a több tízezer kórházi ágy. De... Ilyen szempontból, ezzel a logikával minél később, annál rosszabb. Nézze! az biztos, hogy az se normális, hogyha a tetőzés pillanatában. Mi nem tudjuk, mert nem vagyunk ott a kormányüléseken, ő sem ön, sem én nem ülök, de ott az érettségizők, se a pedagógusok se ülnek ott, a szülők se ülnek ott. Arra tudunk hagyatkozni, amit a miniszterelnök elmond a szájával, hogy akkor harmadikán tetőzik a vírus, másnap meg elindítják az érettségit. Minden esetre, ha így döntött a kormány, még van azért mozgástere, mondhatja azt jövő héten is, láttunk már ilyet az iskolabezárásnál is, az volt, hogy reggel azt mondja a miniszterelnök, hogy ne, aztán meg mégiscsak bezárja az iskolákat, lehet, hogy ezt is meg fogják változtatni, de Maruzsa Zoltán ugye azt mondta, hogy érettségizni szeretnének a diákok, az igaz, csak azt nem mindegy, hogy mikor. Viszont fel szeretném innentől kezdve hívni a figyelmet. Ha ilyen makacs és konok a kormány, innentől kezdve is hajthatatlan, a felelősség az övé, nagyon kérjük a kormányt, hogy amit kért az MSZP korábban is, hogy ne tíz, hanem leginkább öt vagy maximum hat ember legyen egy terembe, ezt próbálják megoldani. Kérem, hogy akiket bevonnak általános iskolai pedagógusokat, ne listázzák azokat, akik ezt nem akarják vállalni, mert ma rengeteg embert küldtek haza a kórházakból, sok pedagógustól, 40-es, 30-as pedagógusoktól kaptam, akik általános iskolai tanárok. Félnek? Félnek, otthon ápolják a beteg szüleiket, valakinek most pelenkáznia, meg inekciót kell beadni, még csak az hiányzik, hogy valamit hazavigyen. Tehát ez egy kockázatos lépés, a védőfelszereléseket, a termek kitakarítását, fertőtlenítését, fertőtlenítő szereket mindenféleképpen biztosítsanak, a legszigorúbb körülményeket biztosítsa a kormány logisztikája, ezt meg kell tudni oldani. De tudja, mégse bújik ki belőlem, vagy nem megyek úgy itt, innen el, mégiscsak politikus vagyok, és éppen hétfőn gyilkosozták le Karácsony Gergelyt, meg engem is, hogy a vírus pártján állok, mondta Völner Pár, és én a vírusnak drukkolok, meg az egész ellenzék arra hogy drukkol. Ha ne talántám. Most a következő két hétben, egyedikétől berobban a járvány Magyarországon. Mert folyamatosan azt mondja müller Cecília, hogy egy napra, két hétre, két órára vagyunk most már tömeges megbetegedéstől. Tuti, most itt leteszem a. Ö, 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 most a nagy megmondom, esküt. és a nagy esküt, hogy karácsony Gergely és az ellenzék lesz a felelős ez, ennek is. Ugye az iskolabezárások előtt volt egyeztetés a kormányjal. Most, hogyha azt látják, hogy ekkora a gáz, miért nem kezdeményezik? hogy üljön össze a kormány az ellenzéki pártokkal, és próbáljanak valami közös minimum. Mert, a, mert azt is elbábozták lényegében, valós egyeztetés soha nem volt. Utólag az is kiderült, hogy egy jól felépített kommunikációs hadjárat volt. De visszatérve egyébként arra, amit ön feltett az előbb kérdésként, hogy nyitni akarják a gazdaságot. Ez egyébként nem lenne ördögtől való, hiszen ha az osztrákok és a németek elindulnak, csak ugye máshol tetőzik mindenhol a vírus, más ütembe indult meg. Ezért van igaz a Karácsony Gergelynek, aki pont ebben a székben tegnap mondta, azt. ha kinyitjuk az életet, ha elindítjuk a gazdaságot, mert szükséges, hogy beinduljon az élet, hogy ne okozzunk magunknak nagyobb kárt ezzel a kvázi mesterséges leállással, akkor három dolognak biztos, hogy teljesülnie kell. Egy, az iskolákat zárva kell tartani, kettő, és itt van a főpolgármesternek ideje tesztelni, 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 mert ezzel meg tudjuk akadályozni, ki tudjuk emelni, aki problémás. A maszk viselésére felhívtuk a figyelmet, hogy akármilyen, mennyire nem hisz bennem Müller Cecília, csak a, a, a WHO-ra inkább hallgassunk, meg a mértékadó járványügyi szakemberekre, és ha a távolságtartás is megtörténik, akkor ha ezek megtörténnek, akkor alacsonyan lehetne tartani a görbét, és akkor el tud indulni a gazdaság. Minden más esetben nagyon-nagyon kockázatosnak tartjuk. Azt szokták mondani, hogy mindent mér a Fidesz kormány. Nem gondolja, hogy ha azt mérnék, hogy a, az emberek vagy a az érettségi álló, álló, diákok döntő többsége elutasítja azt, hogy május 4-től legyenek érettségik. Ha elutasítanák azt, hogy újraindulna a gazdaság, akkor nem lépnék meg. Ez így van. Hát lehet, hogy az no emberek messzínű... többségének a véleményével ezt találkozik. Biztos vagyok benne, hogy megmérték. Az én Facebook oldalam nem reprezentatív. Az MSP közössége sem reprezentatív, de azért 6-7-800 ezer embernek folyamatos eléréssel és kapcsolatban vagyunk Magyarországon. Azt éreztük kezdettől fogva, hogy az érettségi pártján vannak a hallgatók, és az érettségi pártján vannak egy szűk Leszámítva. Ezért tette meg az MSP felelősen, egyeztetve egyébként a szakmával a három javaslatát, hogy vagy szóbeli, vagy írásbeli, vagy ha minden kötél szakad, akkor a szlovák példa is megosztható, hogy jegy. megajánlott jegy legyen. Tehát, hogyha elborul a járvány miatt az ország. Ezt világosan kezdetektől fogva tettük. Azt viszont már mi se gondoltuk, hogy ha azt mondja a miniszterelnök, hogy tetőzik a vírus, akkor másnap be tereljük zárt térbe több tízezer gyereket. Most már a kormány még egyszer nyom van a felelősség, tegyenek meg mindent, a legszigorúbb intézkedéseket, hogy ezt meg lehessen tartani. Ugye nyilván annak következménye lesz, hogy ha újraindul a gazdaság, akkor valószínűleg például az óvodákat és az iskolákat, vagy az legalább a bölcsödéket újra kell nyitni, korai. mert azok az emberek Hát nem lesz más megoldás. Na, na látja, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát, hogyha kérdés. apukák, anyukák be kell menjenek a munkahelyükre, akkor attól kezdve a gyereket Igen. valahol el kell. Na, e, eddig hozza is, az egyik magával eddig a másik. hozza az egyiket másikkal, ez pontosan így van. Én korainak tartanám személy szerint az iskoláknak a kinyitását, sőt, csak úgy tudom elképzelni, a gazdaság újraindítását mondjuk a nagyobb multinacionális cégeknél korlátozott munkaidőben nagyon kemény, szigorú feltételekkel kevés emberbe visszaengedve, csak hogy a termelés minimális szintje elinduljon, hogyha a bezárva tartanak az intézmények, nincsenek tömegrendezvények továbbra sem, a, a, tesztelés folyamatos, és a maszkviselés van. De ez nem fogja egyébként beindítani a gazdaságot. Tehát ha Orbán azt hiszi, hogy a korai kezdéssel, amire rákényszerít mindig, hát nyilván a partnereink, gazdasági partnereink, Németország és az osztrákok, de főleg Németország, meg tudja úszni, a bőkezőbb válságkezelő csomagot, akkor nagyon téved. Tehát a németek is csak úgy tudnak nyitni, és olyan, akkor tudnak bátrak lenni, hogy közben a német kormány nagyon bőkező támogatást ad, és Pogácsa Zoltán erről fog beszélni, hogy még a munkanélküli segély időtartalmát is meghosszabbítják a németek. Nem véletlenül kéri az MSP, hogy három hónapról kilenc hónapra bővítsék. Nem véletlenül kérjük, hogy minimum 100 000 forint legyen. Nem véletlenül kérjük, hogy 80 át minden cégnél megszorítás nélkül vállalja át az állam. Ez egy olyan minimum csomag, ha nem juttatják pénzhez az embereket és a cégeket egyszerre, akkor nem fogja tudni Orbán a gyors kinyitással ö, visszahozni azt, amit most megspórol. Nem lehet pénz nélkül hagyni az embereket, mert túl kell élnie a népnek és a vállalkozásoknak is ezt a kritikus átmeneti időszakot. Gond, ezt gondolja át a kormány. Kunhalmi Ágnes, köszönöm szépen, hogy beszélgetett és volt, én köszönöm önnek.